Mitől jó a szántás? Mitől lesz jó? Egyrészt attól, hogy egyenletes, szép, folyamatos, és a szakszerűség látszik. Kellően előkészített szerszámmal, felkészített lovakkal, lóval, és a végeredmény egy sima, olyan, mint a, hogy a könyve a sorokban. Gépesített lovak szántják a földeket. Miért fontos ennek ellenére, hogy az egy lóerős eszközöket is fenntartjuk, illetve megőrizzük a hagyományt? Tehát az a, mint általában a hagyomány, mert innen indult, mert a gépek most már megvannak, de amikor már kezdtek szántani, akkor még nem voltak gépek. Fajekével, meg más egyéb eszközökkel igyekeztek a földet megművelni. Tehát ennek, hogy az utókor is lássa, hogy tulajdonképpen őseink milyen nehéz munkával teremtették elő a kenyeret. Fele annyi erőt kell, mint... Hatod, Sanyika, ne? Gyere ide, tűn le! És akkor még egyszer felmegy, igen, még egyszer... Tűn le! Egyszer felmegy, és akkor meg egyszer le, és akkor készül van a lap. Azért mondom, mert számoltam. Már rossz, már rossz. Baj! Hündi! Sándor ismét nagy halász színeiben indult. Ferenc Miklós úgy képviseli, Szabó Sándor Tiszarádról érkezett, Szerdik Attila Szapolyból érkezett. Szapolyból? Nem. Szakolyi kertből érkezett Kudárt Mihály, Nyírtelek, Zsiros János Nyírtelek, Ferenc tanya, Fanyi Zsolt, Vasfegyel színeiben, Pap László a Bodóhegyet képviseli, a tavalyi győztes, Vivnyék, Szilárd, Mihály, Nyírtelek, Fábián Zoltán, szintén nagy halász színeiben. Még egy gondolatot szeretnék a kedves közönségnek elmondani, és szeretnék mindenki...